Na, sziasztok! Folytatjuk tovább a szenvedést! Ezt meg akarom nyerni elsőre. Nem lesz most már... Egyre könnyebb lesz, de nem lesz most már annyira nehéz, mert csak gyűjtsünk egy kis nitrót. Ezt mindig elfelejtem, hogy amúgy itt azzal gyűjtöm a nitrót, hogy töröm az autót, vagy a tereptárgyakat. Ezzel együtt az autót is. Hagyjál békén! Ez az! De rossz hallani, hogy itt van valahol a seggemben. Nem akarom az összes nitrót se elhasználni, mert amúgy meg a kanyarokban jól jön, hogyha kicsit túlcsúszunk. Úgy vettem észre, hogy a nitróval vissza tudom rántani előre az autót. Ívre. Mondjuk, mint itt. Tehát így szépen így megfogja, és a nitró ránt egy nagyot rajta abba az irányba, amelyikbe áll az autó. Ne kapd el a falat! Ez az! Egy löketnyi nitrónk van. Az a baj, hogy ez az autó nem erre a pályára való. Én ezt azért vettem, mert hogy jó a sebessége. Ezt benéztem. Azért vettem, mert jó a sebessége, elég erős motor van benne, súlyra is aránylag a ilyen középmezőnyben volt, ha jól emlékszem. Most bénázz már el. Na, ami meccseken keresztül nem sikerült, most elsőre. Ha bárcsak mindegyik meccsem ilyen lenne. Jó, nem ez most így nem érdekel, köszönjük. 2000-et nyertünk, mehetünk tuningolni. Jó, na, nézzük már itt a motornál, hogy 6000. Az a baj, hogy azt sem tudom, hogy amúgy egyáltalán kellene tuningolnunk jelen pillanatban horsepower-re, vagy inkább azokra kellene rámenni, hogy mondjuk egyenesebben menjünk, meg ilyenek, mint például váltó, vagy egy flywheel. Amúgy eddig nem is tudtam, hogy ebben ennyi mindent lehet tuningolni. A sebességet befolyásolja, jó. Én inkább ezekre, suspensionben minden fent van. Tire-ben 1200-ért tudnám felrakni ezt. Bodyra azért nem megyek még rá. Tudom, jobban törik így az autó, stb. Amúgy eléggé észrevehető, mert eléggé durván törünk néha. 8. helyen tudunk javítani?
Itt egy picit előre engedem őket. Ez most az új technika. Ezért. Rendezzétek le egymás között. Nem, nem. Nem. Mész innen? Hagyjál békén. Á, ez itt mindig. Szerintem az előző részben is mindig itt csúsztam ki. Nem baj. Még ezt megmentettük. Meg itt. Itt ezt nagyon. Ezt itt. Bassza meg! Négy körös verseny. Az élmezőny eléggé egyben van, úgyhogy még van esély. Így nem. Ez az igazi rohans derbi, öcsém. Ez. Ez most szép volt. Ez most... Most vagy be őszinte, ez tényleg szép volt. Ez nem. Ja, hogy abban még ülnek. Másikból estek ki, azt hittem, hogy van. Ez gurul tovább. Úgyhogy nincs benne senki. Nem csak az enyém hallgat el, most figyeltem. Baszod a... Drága édesedet, azt. Nem káromkodunk, nem mondunk semmi csúnyát. Bocsi, hogy egy kicsit kevésbé vagyok közlékeny most. De nagyjából görcsbe rendült a kislábújam, annyira koncentrálok. Az az elrepülés ott nem kéne. Ez se. Túl sok volt. Jó van, szép lassan nyerhető ez. Csak, anyám. Jó, oké, jaj, erre nem vagyunk kíváncsiak, köszönjük. 500-at kaptunk, hát ez nagyon sok. 120. Amúgy azért kapok én sok pénzt most. Töröm össze-vissza a pályát, meg hát itt az előzőhöz képest itt rohadt sok nitrónk volt. Na hát, ha sikerülne... Egyet csak nitrót! Itt úgyis egy kicsit visszafogjuk magunkat. Az a baj, hogy ahhoz, hogy nyerhessek, néhány helyen mocsok módon kell játszanom. Ez azt jelenti, hogy
ha van rá lehetőségem, neki kell löknöm a falnak, ki kell löknöm a pályára. Mert egyébként akkor én kapok egyet. Ami nem feltétlenül... Barát... Csá... Gos. Azaz. Az a nyögés, az úgy tetszett. Köszi. Az előbb itt az volt a bajom ugye a végén, hogy elnitróztam az egészet. Annyira meg akartam előzni, hogy elfelejtettem, hogy a nitró azért kicsit erőteljesen lök az autón valamelyik irányba. Általában előre. És az a baj, hogy ha megindul az autó egy adott irányba, tehát mondjuk például most itt nitrózok ebbe az irányba egyet, akkor itt a kanyarban nem fog elfordulni, hanem menni fog tovább az adott irányba egy darabig. És ott is az volt a baj, hogy elnitróztam a végét, hogy mondom én még ezt megelőzöm, még hátha. És... túlcsúsztam. Pont emiatt. Mert a nitró tolja tovább az autót. De ezt mondtam is, szerintem egy pár résszel ezelőtt volt az, második vagy harmadik részben, amikor eldöntöttem, hogy kevesebb nitrót használok, és megpróbálok nitró nélkül menni mindenhol. Mert ha csontra benitrózok, akkor ez nem fog jó eredményeket hozni. Még azt hiszem az előző autóval volt az az időszak. Amúgy most lehet, hogy csak én vagyok most kipihentebb, vagy jobb hangulatban, jobban koncentrált, vagy a fene se tudja. Egy elég jó napot zártam ma, letudtam egy csomó mindent, amit le akartam. De minthogyha az autó egy kicsit kezesebb lenne. De mondom, ez előfordulhat azért is, mert tényleg rakjuk belefelé folyamatosan a tuningokat. De előfordulhat amiatt is, mert egy picit jobban tudok figyelni arra, amit csinálok. És most kiabáltad el. Az a baj, nem tudom, ki van a seggemben. Jössz? Én ha csinálnék egy ilyen autós játékot, azt hát kibaszol velem, köcsög. Ezért tartogattam a rohadt nitrót. Csinálnék ilyen játékokat, 100%, hogy úgy csinálnám, hogy saját magad ellen versenyeztetnélek egy idő után. Bármilyen játékban. Mondjuk gyűjtenék adatokat arról, hogy hogyan játszol 2-3-4-5 körön keresztül, és utána azokkal a paraméterekkel, ahogy te játszottál, azzal visszaküldeném az ellenséget. Az a baj, hogy nem tudom, hogy speedre akarok-e menni, de muszáj vagyok. Na nézzük itt a motorban, mit tudunk még. FX Gearbox. Én ezt értem. Kuplung. Jó, nézzük meg, ennek tetszik a leírása. Elvileg kevesebb erőt vesztek a váltásokkal. Ezt nem biztos, hogy akarom. Ez mi? Road run.
Ilyen házikós mikont még nem is láttam. Volt? Merje? Bronzban? Nem volt. Nem, ez a házikós, ez új. Ez. Városi környezet. Valószínű. Itt megint lesz egy jeges. Ja, fene meg ezt. Nézzük meg ezt. Nem ígérek semmit, mert ezt a pályát gyűlölöm. Az előző részben nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sokat szívtam vele. Hello! Mi van a kocsimmal? Amúgy kezesebb lett, szerintem. Szóval én ha csinálnék játékot, akkor ezt azt csinálnám, hogy egy idő után saját magad ellen játszatnálak. Felvenném azt, hogy te hogy versenyeztél. És ha mondjuk jól mentél, akkor a következő körben saját magad ellen versenyezni. Ugye, oda kéne visszamennünk. Hát ez... Ez a verseny, ez még mindig nem jó. Ezt én abba is hagyom, ezt majd, ha egy kicsit erősebb lesz még a kocsi, lesznek benne olyanok, amik nem csúsznak ennyire. Vagy ami miatt nem csúszik ennyire, akkor ezt majd újra próbáljuk, de... Most azt érzem, hogy az a pálya, az nem az én pályám. Azt megpróbáltam az előző részben is jó párszor. És nem jött úgy be, ahogy én szerettem volna. Négy körös. Az a baj, hogy így elsőre menni rajta nagyon vészes, mert nem tudom, ezt a pályarészt ezt nem ismerem még. Nem tudom, hogy még kanyar meg mennyire rossz, vagy éppen jó. Nem is annyira rossz ez a pálya. Igen, kicsit nagyokat fékezek. Nem mész sehova. Léci már, hát húzd már az orrát vissza. Ne kapkodj. Nem kell kapkodni, csak szépen, lassan, itt vannak előtted, nem kilométeres lemaradásokban vagy, mint ahogy szoktál lenni, hanem csak szépen, lass, az anyádnak a... Ez az. Na, innentől nem kapkodunk. Eddig se akartam. Próbálok nyugodtan vezetni, ezt öcsém tanította, a Punks, hogy ne kapkodj.
mert látszott az, ahogy krúkettőztem, hogy kapkodok. Megcsúszik az autó, akkor utána később fékezek, nem jó helyen fékezek, mert próbálom behozni a lemaradásomat. És... akkor szólt rám, hogy ne kapkodj. Jó lesz. Mert ha elkezdesz kapkodni, akkor az döntéseket fogsz hozni. És ha most sem kapkodok, akkor maradok első helyen. Jó, hát ő egy icipicivel több autós játékkal játszott már az elmúlt időszakban is, mint én. Meg ő úgy emlékszem, hogy most Carmageddonozott nemrég. Azt majd kipróbáljuk egyszer mi is. De addig mindenféleképpen nézzetek fel hozzá, és nézzétek meg, hogy ő hogyan tolja ezeket a dolgokat. Mert fogunk együtt játszani még autós játékot is. Csak tényleg az a baj, hogy nagyon nehéz úgy autós játékot találni, hogy ne legyünk csak csendben. Mert oké, szoktuk egymást szivatni játék közben, például a izében is. Most mondtam, Crew 2. Rakjunk már egyet a buddy-ra. Most az olyan régóta nincsen húzva. Gumiból nincs több, az baj. Az baj. Suspensionből nincs több. Az is nagy baj. Na jó. Ez a sebességet befolyásolja. Ez is a sebességet befolyásolja. Nem vagyok benne biztos, hogy akarok sebességet még. Én inkább a váltásra mennék rá, mert én azt érzem, hogy az autónak még mindig az a legnagyobb baja, hogy lomha. Nem úgy, hogy lassú, hanem úgy, hogy nehezen vált. Mondhatom így? Nem tudom, hogy mondjam. De én azt érzem, hogy tehát, hogy ez a baromira nehezen vált A-ból B-be, ha leér a földre, akkor utána nehezen indul újra. Inkább kipróbáljuk ezt. Beton utca? Utassátok a utat, mert nem tudom, merre kell menni. Oho, hej! Hála! Az az én seggem. Rá-pá-pá-pá-rá-pá-pá-pám-pám-pám. Ez már nem jól indul. Meg ő... visszatérve ő forzázni szokott, és... ott is néztem a múltkor, hogy Crew 2-höz képest, ami tempóban mi haladunk a játékban, ahhoz képest a Forzában az egyik verseny, amit ő ment így, ilyen... lassú volt? Mondjuk úgy, hogy lassú volt. Ja. Ne! Útra vissza! Ez az autó útra való. Amúgy alapból... ups, a nyáret. Amúgy szerintem alapból is. Dick Rosa. Ja, hogy a patka sarkának szóltam neki. Ja, értelek. Hát, ezt már nem kapkodjuk el, de megpróbáljuk majd még egyszer a legvégén. Ez már felesleges volni. Ez a baj, hogy nem ismerem a pályát, és nem tudom, hogy mitől esek ki, meg mitől nem. Menjünk még egyszer újra, mert ez nem fog menni.
Menjetek csak. Ups. Azaz. Azaz. Tudom, szemét vagyok, de ez olyan jól esett most. Nincsen erre valami... rövidítés. Az a legnagyobb baj, hogy most ezzel itt elrontottam azt a részét, hogy ott le volt zárva eddig legalább. Na most én ott kibontottam az útzárat, úgyhogy... elég nehéz lesz. Woohoo! Azaz komoly volt a gyerekek. Gratul. Itt meg most amúgy pont az a bajom, hogy amit mondtam is, olyan lomhának tűnik a váltás. Tehát, hogy akkor, amikor itt most, amire visszanyeri a sebességét a kocsi, most is a váltás, tehát azért gondolkodtam azon, hogy a váltót kellene egy kicsit megmutatni. Én ezt mondtam, hogy ez az autó betonútra született. Nem erre a takonyra. Hát nem bírok vele az úton menni. Állandóan megyünk a dzsindzsásba. Uton, uton, itt, ezen, az ott út. Igen, autó, az ott az út. Csak nem beton. Aszfalt, bocsánat, tudom, hogy nem beton. Betonútnak nevezzük így is, úgy is. Így. Jó, hát... ne, visszafelé. Ja, hogy ennyire le vagytok maradva? Ja, jó, akkor nem kapkodok. Kellett az az autó body tuning. Jó, azért annyira kapkodni kéne, hogy ne érjenek utol. Azt nem érzem még, hogy a játékon belül például ez, hogy a kerekem így össze-vissza jár, az befolyásol-e úgy komolyabban valamit. Azt az egyet nem érzem. Közel 10 másodpercet sikerült ráverni a gyerekre. Az egy jó. Rank! Ez lenne a normál. Az a baj, hogy látom azt, amikor már az elején elcsúszik, vagy nem úgy megy az autó, ahogy én akarom, hogy... ott már nem feltétlenül fog sikerülni a meccs. Mint ugyanúgy. Itt egyszerűen nem akar az úton maradni az autó, és nem, egyszerűen nem tudom lekezelni. Nézzünk még meg egy ilyet. Ez kemény lesz.
Mész innen? Ezt nem szeretnéd, hogy én menjek beléd. De hova elrepültem? Hát éppen, hogy csak neki csúsztam az oszlopnak. A... Fene meg ez. Mész innen? Nincsen olyan tuning, ami nem engedi, hogy kiesek az autóba. Á, már az első az majdnem köröz minket, ha jól lát... Ja nem. Az utolsó, aki majdnem köröz minket idézőjelesen. Egy harmadikat el kéne járni. Így már jó. Amúgy tetszik az autónak a hangja. Az nem tetszik, hogy ennyire megbír akarni. És több nitro. Úgyhogy innentől kezdve pure skill. Az nincs. Hogy ott? Nem rossz, csak ez... ...14 másodpercet kellene az egészen javítani. Jó. 150 pontot így is kaptunk, úgyhogy... nézzük ezt az engine-t. Nem tudom, mit fog bírni így. Airflow. Még egy 800-900 körül van. Ami pont nem elég.
Nem tudom, hogy azzal, hogy ennyire sok lóerőt belepakoltunk, most mi lesz a kimenete a dolognak? De? Ez majd a következő részben kiderül. Folytatjuk majd tovább. Addig is lájkoljatok, szóljatok hozzá, iratkozzatok fel. Gyertek Discordra. Találkozunk a következő részben. Sziasztok!